és a kamara önkéntes tagjai vagyunk, így a kamarán keresztül, főleg elektronikus felületen többször kapunk megkeresést a kamarától. A kamarához érkező vállalkozások, és ez tényleg szertágazó, az eszközfejlesztésről a vidékfejlesztésig jelentkeznek. Mi kis- és középvállalkozásokat szolgálunk ki, ebben a szegmensben tudunk pályázatokat írni, felkutatni, menedzselni a vállalkozásoknak. A megkeresések azok teljesen szertágazók, van köztük csomó megvalósíthatatlan, nyilván őket is fogadjuk, elmondjuk, hogy mit lehetne, mit miért nem lehet, de egyre több valós, jó igény érkezik hozzánk a kamarától. Sajnos a pályázati rendszerben nem jelentek meg még azok a pályázatok, amelyekre azt tudnánk mondani, hogy dömpingszerűen ki tud szolgálni kis- és középvállalkozási réteget, erre továbbra is várunk, de hát mindent megteszünk, hogy úgy kiszolgáljuk a hozzánk érkezőket, hogy valós projekteket tudjunk véghez vinni. Ezek szerint akkor a vállalkozások úgy érkeznek ide, hogy nincs konkrét elképzelés, nem néztek ki konkrétan egy pályázatot, hanem önöktől várnak segítséget, szerezzenek pénzt, hogy tudjanak miből fejlődni, építkezni? Igen, vannak ilyenek is, hogy nagyjából egy-egy sor, hogy szeretnék irodát venni, szeretnék üzletet, szeretnék beindítani vállalkozást. Erre egyébként pont most van egy nagyon jó lehetőség, bár sajnos nem a pécsieknek, hanem a kis településen élőknek. Néha meg konkrét célra jönnek, hogy megvan, hogy mit, miért, kivel szeretnének csinálni, csak finanszírozást szeretnének. Valójában ezek a legjobb esetek, és ezeknek tudunk a legtöbbet segíteni, akik konkrét célra jelentkeznek. Ne adj Isten, azért valamilyen önerővel rendelkeznek, hiszen ma nincs olyan pályázat, ahol 100%-ban meg lehetne finanszíroztatni ezt valamilyen EU-s támogatással, vagy hazai forrással. Azok, akik elképzeléssel érkeznek, céllal érkeznek, nagy Isten, ami tőkével, nekik biztos tudunk segíteni. Ha már itt említette uniós vagy hazai kiírású, az teljesen mindegy, milyen kiírású pályázaton indulnak, önök tudnak segíteni? Jellemzően az uniós kiírásokkal foglalkozunk, az most a sláger, hazai forrásból a kis- és középvállalkozások részére nehezebb forráshoz jutni. Igen. Összeghatár számít? Jellemzően az a célunk nekünk, hogy a kis- és a középvállalkozói réteget segítsük. Tehát nem keressük a milliárdos beruházásokat, milliárdos projekteket, nehezebb az ilyen nagy összegű forrásoknak a hozzájutása. Inkább azokat a vállalkozásokat keressük, akik a pár száz milliós projektig bezárólag, ez jelenti azt, hogy ilyen 50-100 milliós támogatásig bezárólag szeretnének támogatáshoz jutni. Nem küldjük el azokat az ügyfeleket, akik 1-2 milliót szeretnének csak. Ilyenből is van egy csomó, és vannak a standard ügyfeleink, akik ezeket a 20-50 milliós támogatásokat szeretnék elnyerni, akár a gazdaságfejlesztési operatív programból, akár egy vidékfejlesztési operatív programból. Hogy ez milyenek a mutatók, milyenek az eredmények, mennyire jól pályáznak például baranyai vállalkozások önökön keresztül, illetve mekkora siker? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mekkora sikerrel dolgozunk. Azok a pályázataink, amik beadásra kerültek, az ügyfél együttműködő, a hiánypótlásoknál még mindig úgy gondolja, hogy meg szeretné valósítani a projekteket, ezek a projektek általában sikerrel záródnak. Nem tudok így rátát mondani, hogy a beadott projektek közül most ez 99 vagy 89%. Van, amikor ügyfél gondolja meg magát menet közben. Ennek általában finanszírozás oka van, hogy rájön, hogy mégsem fogja tudni megvalósítani. Vagy sokszor a pályázat elbírás annyira elhúzódik, hogy már vagy megcsinálta, vagy már elállt a céljától. Vannak pályázatok, amit lassan egy éve már bírálat alatt vannak, és ez megnehezíti, hogy az ügyfél tudjon várni ezt a gazdát, azt a lépést meg tudja várni, mire ebből támogatás lesz. Nagy sikerrátában ennek a pályázataink, ezért is célozzuk meg ezt a kis- és középvállalkozói réteget, mert ebben a rétegben úgy gondoljuk, hogy biztonsággal nyerhetnek a vállalkozások. Azért van már rálátások a megyei kis- és középvállalkozásokra. Ön milyennek ítéli őket, mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, mit lehet így pályázatíróként mondani róluk? Hú, ez egy jó kérdés. Azt látjuk, hogy nagyon sokan küzdenek, próbálkoznak valami vállalkozás fejlesztéssel.
próbálkoznak a vállalkozók kitalálni valami újat. Azt látjuk, hogy a vásárlóerő ebben a régióban egy kicsit gyengékedik, tehát nehezen tud a mai kis és középvállalkozás előre menni, és ezért is van szükség így valamilyen külső forráson, mert a saját vállalkozása cashflow-jában nem tudja megoldani ezeket. Sokszor egyébként még az is gondot okoz, hogy a pályázat az előteremtse az önerőt, vagy a szükséges saját erőt, ami ahhoz szükséges, hogy el tudja nyitani. Erre azért ma vannak jó lehetőségek, hiszen akik már legalább egy éve működő köztartozásmentes adózók, az új rendszerben már nem kell biztosítékot nyújtaniuk. Jellemzően a támogatás 50%-át előlegként le tudják hívni, így úgy gondolom, hogy ha megjelennek majd azok a valós pályázatok, amik tényleg kis és középvállalkozásoknak adnak gazdaságfejlesztési lehetőséget, akkor azért egyre többen fognak tudni pályázni. Még egy utolsó kérdés a végére, és akkor ez egy kicsit ilyen gyakorlatias. Aki most szeretne elindítani, illetve benyújtani egy pályázatot, ő mivel jöjjön, hogy jöjjön, mik azok a gyakorlati tudnivalók, amivel tényleg el tud indulni? Hát a legegyszerűbb, hogy magával és a gondolatával. Tehát minden más az a mi dolgunk. Az első beszélgetés az mindig egy kötetlen beszélgetés. Mit szeretne, miért szeretne, hol szeretné. Nyilván rakja össze a fejébe a fő irányszámokat, a fejlesztés célját, ne adj Isten valamilyen teorkóddal vagy VTS számmal érkezzen, hiszen ezek kizárókok szoktak lenni. Mi utána nézzünk az ő vállalkozása a múltban, hogyan prosperált, és ezekből az első beszélgetésekből össze tudjuk rakni, hogy egyáltalán van-e reális lehetőség, hogy induljon. Ha van, akkor nyilván elindul a folyamat, és elkezdünk valami stratégia mentén kidolgozni egy célt, ami összefüggésben van az adott pályázattal, vagy majd egy vélhetően megjelenő pályázattal. Ezt egy-két hét alatt össze lehet rakni egy ilyet. Itt az ügyfél mindig rohanna, mindig fut, majd jövök, majd hozom. Nyilván emiatt elhúzódhat hónapokig is, de aki idejön, van olyan ügyfél idejön, hozza a céljait, és kvázi egy-két napon belül elkezdjük írni a pályázatot. De az első beszélgetésben mi pont erre készítjük föl, hogy mi kell ahhoz, hogy el tudjunk indulni. Ha ezt egy hónap múlva produkáljuk, nyilván akkor egy hónapig parkolópályán van a projekt. A pályázatírás állítólag egy szakma, mi ennek megfelelően próbáljuk segíteni azokat az önkéntes tagjainkat, akik pályázatírással, tanácsadással foglalkoznak. Az elmúlt években sikerült egy olyan rendszert kialakítanunk, amely láthatólag jól működik. Bárki, aki megjelenik a kamarában, tagságtól függetlenül, és azt kéri, hogy szeretne kapni pályázati tanácsadást, ezt a kérését meghallgatjuk. Egy olyan űrlapot kell kitöltenie, amiben a leendő pályázatnak a főbb ismérvei megtalálhatók szerepelnek. Ezt az adatlapot vagy űrlapot megküldjük annak a körülbelül tucatnyi pályázatíró cégnek, akik potenciális jelöltek a tanácsadásra, és mindegyik cég el tudja dönteni, hogy ez a profiljába illik, van-e éppen aktuális pályázat, kíván-e ezzel a dologgal foglalkozni vagy sem, és ettől kezdve a kamara kilép a rendszerből, tehát a cég közvetlenül az ügyfelet keresi meg, mi a kamarai tagunkat úgymond kiajánlottuk, és ők pedig innentől kezdve közvetlenül egymással intézik ezeket a feladatokat. A rendszernek további ismertetője, hogy minden tanácsadó cégünk sikerdíjas, tehát előre nem kell semmit fizetniük, csak egy elnyert pályázat során. Viszont ha megállapodnak egymással, akkor nem csak a pályázat elkészítését, hanem a teljes adminisztratív folyamatnak a levezénylését is vállalják. A pályázatírástól kezdve a záró dokumentáció elkészítéséig a fenntartási időszakban a különböző jelentések benyújtásával együtt minden megcsinálnak. Tehát egy körülbelül ez a folyamat, ami lezajlik. Ami még jó hír lehet, hogy pályázatíró cégeinknek próbálunk olyan információkat is biztosítani, amelyek nem csak a vállalkozások által, főleg a GINOP
pályázati rendszerben zajló pályázatokkal kapcsolatos, hanem a VP, tehát a vidékfejlesztési programban, illetve a közvetlen uniós kiírású pályázatokon kapcsolatban is jó eséllyel tudunk tanácsadó céget javasolni. Egy fontos információt még a végére elmondanék azoknak, akik pályázni kívánnak. A jelenlegi pályázati rendszer sajnos nem teszi lehetővé, hogy magánszemély pályázzon, tehát ez csak vállalkozások számára nyitott, illetve olyan vállalkozások számára, akiknek legalább 2 lezárt üzleti évük van. Tehát ha valaki most tervezi vállalkozás indítását, és ehhez szeretne pályázni, ez sajnos ma még nem lehetséges.